A Mastergood cégcsoport tevékenységének nagy részét itt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végzi. Minden harmadik csirkét Magyarországon a kisvárdai vágóüzemben dolgoznak fel. A cég folyamatosan fejleszt, amivel bővíti foglalkoztatotti létszámát. Jelenleg is több mint 1000 embernek adnak munkát. A cégcsoport tulajdonosa azt mondja, annak ellenére, hogy Békés megyében ütötte fel a fejét a madárinfluenza, rájuk és az egész ágazatra hatással van. Nyugodtan mondhatom, hogy egy cunami méretű gazdasági kárt okozott ez a baromfi ágazatnak, és nem elsősorban a 9000 darab kiirtott pulyka, mert az alig 10 milliós nagyságrendű kár. Ráadásul ezt a kárt a termelő állami kártalanítási alapból meg is kapja. Az igazi kár a forgalomkorlátozás, a több hónapra történő kitiltás, és nem utolsó sorban az a presztízs és árveszteség, amit a magyar egész baromfipar, hangsúlyozom, egész baromfipar fajtól és ágazattól függetlenül el fog szenvedni. A cégcsoport összesen 24 országban ad el csirkehúst, amelyek között nem csak uniós és térségbeli, hanem távol-keleti és afrikai államok is vannak. Egyes országok már jelezték, hogy 6 hónapra kitiltják a hazai baromfi termékeket. Ezekben az országokban, ahol mi érdekeltek vagyunk, név szerint Dél-Afrikában megtörtént a kitiltás, Japánban megtörtént, Dél-Koreában megtörtént. Még Kanadát várjuk, még onnan nem érkezett meg a hatóság üzenete. A legnagyobb baj az, hogy ezekben az országokban, ahova folyamatosan heti rendszerességgel adunk föl konténereket, a kitörés bejelentése előtt, tehát november 3-21 napon belül legyártott és feladott terméket vissza fogják fordítani. Ez az áru kimegy ebbe a több tízezer kilométerre lévő országba, a mi pénzünkön, aztán egy következő hajóval visszajön a mi pénzünkön, és aztán gondolkozhatunk azon, hogy milyen vevő célra fogjuk átcsomagolni, ez is a mi költségünk lesz, és aztán megpróbáljuk természetesen eladni. A cégcsoport az árbevételkiesés és piacvesztés miatt már most több mint 100 millió forintos veszteséggel számol. A tulajdonos arra számít, hogy a magyar kormány ezt az úgynevezett származékos gazdasági kárt részben megtéríti. Erről már holnaptól tárgyalnak a szaktárcával.